12 évvel ezelőtt indult Sándor Zita egyetemi oktatói pályája, az akkor még Szent István Egyetemhez tartozó gyulai karon. A ranglétrán sikeresen haladva, az elmúlt napokban az egyetemi docensi kinevezés feltételeit is teljesítette doktori értekezésének angol nyelvű előadásával. Kutatási témája egy olyan nemzetközi módszer átdolgozása volt, melynél életkori megszorítások nélküli rajztesztet tudnak alkalmazni. Sándor Zita elmondta, a legfőbb kutatási eredmények összegzéséről számolt be a bizottságnak. Idő és energia tekintetében nyilván itt az elmúlt éveknek az ideje és energiája is benne van, hiszen a kutatásomról kellett beszélni, amelyet 2012 óta én folyamatosan végeztem, végzek a doktori megszerzése óta is. Én egészségpszichológusi végzettséggel rendelkezek egyébként, ilyen szakvizsgám is van. És a kutatásomat főleg tumoros, de egyéb súlyos szomatikus betegséggel élő páciensekkel végeztem. Egy rajzteszt validálását, kidolgozását végeztük el szegedi kutatócsoportban professzor dr. Csabai Márta vezetésével, és erről a kutatásról számoltam most be, ugye idegen nyelven, tehát angol nyelven. A docensi kinevezéssel párhuzamosan új feladatok is várnak Sándor Zitára, ahol leginkább az oktatói munkájára szeretne a közeljövőben fókuszálni. Február 1-től az ápolás és betegellátás tanszéknek a vezetője lettem, úgyhogy most a fő feladatomnak azt tekintem, hogy ezt a pozíciót maximálisan jól betöltsem, és hogy a szakra járó hallgatók érdekeit szolgáljam, illetve hogy oktatóként továbbra is tudjam nyújtani a tőlem megszokott oktatási színvonalat. Hosszú távon célom azt, hogy a habilitációt megcsináljam, a kutatásaimat folyamatosan végzem, folytatom, szegedi kollégákkal aktívan együttműködök. Az egyetemi docensi cím elérésében a családja és a gyulai kar támogató hozzáállása segítette, fogalmazott Sándor Zita.